kérdések órájában kell válaszolnia. Tisztelt Országgyűlés! Varjú László, a DK képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a pénzügyminiszter úrnak. Mikor számolnak el a letelepedési kötvényekkel címmel? Miniszter úr halaszhatóan köszönhet ellátása, mert válaszadásra Tálai András államtitkárulat miniszterhelyettest jelölte ki. Kérdezem, képviselőt elfogadja a válaszadó szemét, vagy személyt? Képviselő számomra, hogy államtitkár úrral beszélgethetünk erről. Köszönöm szépen. Ön a szó, képviselő úr. Köszönöm szépen. Alcímként én azért úgy fogalmaznám, és államtitkár úr figyelmét erre fel is hívnám, hogy mikor számoltatják el a Fidesz betelepítési kötvénnyel üzérkedőit, és erre vonatkozóan egy elszámolást most már illenne önöknek elkészíteni. A Költségvetési Bizottságban most már sokadszorra kérjük azt, és követeljük azt, hogy számoljanak el ezzel. Mindez idáig nem voltak hajlandók önök erre, pedig most már hivatalosan lezárult a program. Az Államadósság Kezelő Központ azt állítja, hogy 3 milliárd forint nyereséget ért el ezen az állam, miközben a szakértői becslések alapján 28,5 ezer milliárd forint államadósságból összesen, amit önök egyébként ebből használtak, 30 milliárd forint veszteséget okozott ez az államnak ez a tevékenység. A Fidesz által egykor jobboldal közös kormányfő jelöltjének javasolt Bot Péter Ákos szerint is semmi szükség nem volt egyébként erre a kötvény kibocsátásra, mert ennél sokkal olcsóbban megoldhatták volna mindenzt. Ha azonban a magyar gazdaságnak nem is volt szüksége erre az üzletre, annál nagyobb szükség volt arra, hogy a kötvényeket forgalmazó átláthatatlan offshore cégek 150 milliárd forintos árbevételre tegyenek szert. Ez darabonként egyébként 300 000 eurós árbevételből mindenkinek 29 ezer euró bevételt jelentett, és ez még mindez csak ennek egyik része. Éppen ezért kérdezem miniszter úr, illetve államtitkár urat, hogy ön azért lett miniszter, a köz szolgálja, hogy ilyen szemétségeket eltakarjon és megmagyarázza ezeket? Vagy hajlandó a miniszter úr a zárszámadási törvény keretében holnap a bizottsági ülés keretei között végre elszámolni ezzel a pénzzel, hogy mit tettek? Ha van bátorsága önöknek eljönni holnap oda, akkor jöjjenek és tegyék ezt meg végre. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés, megadom a szót Tálai András államtitkár úrnak, miniszterhelyettesnek. Parancsoljon. Tisztelt elnök úr, tisztelt Országgyűlés, tisztelt... Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt Országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Néhány helyesbítést szeretnék tenni az ön felszólásához. Az első, hogy olyan nincs, hogy betelepítési kötvény, biztosan véletlenül mondta. Tehát ez letelepedési kötvény. Másodszor nem offshore cégek folyósították ezt, hiszen a feltétele volt a jelentkezésnek, a pályázatnak, hogy átlátható cég legyen. A harmadik helyesbítésem, hogy a Költségvetési Bizottság előtt a pénzügyminiszter úrnak a törvény szerint meg kell jelennie, tessenek megvárni, hogy miniszter úr megjelenik, és minden kérdésükre választ fogadni. És a negyedik kérdés, amiről nem beszélt, én viszont szeretnék, az a hitelességnek a kérdése. Mennyire hiteles az ön kérdése az államadósággal kapcsolatosan, amikor ön volt kormányzó párti képviselő, felelős kormánypárti vezető, kormányzati vezető, akkor ment csődbe Magyarország, akkor ment tönkre, akkor következett be a pénzügyi válság. Az ön mostani pártvezetője, Gyurcsány Ferenc volt Magyarország miniszterelnöke. Hát ő szerződött az IMF-fel 20 milliárd forint hitel felvételére, mindezt úgy tette, hogy ne az ő miniszterelnöksége idejére essen a visszafizetésnek az ideje, hanem már a Fidesz kormánynak kellett felelni azért, hogy ezt a hitelt visszafizesse. És bizony a Fidesz kormánynak dönteni kellett arról, hogy az IMF hitelt folyósítsa tovább az országnak, és ezáltal politikai befolyást szerezve, vagy más hitelt, illetve külső forrásokat von be annak érdekében, hogy az önök által fölvett adósságot ki tudja fizetni. Igen, és ez ennek egyik lehetősége volt a letelepedési kötvény. És ön akármit halandzsálít erről a kötvényről össze-vissza, ez az országnak nem volt káros. Igenis, az a döntés akkor előnyös volt az ország számára. Köszönöm szépen. Köszönöm, államtitkár úr.
Tisztelt országgyűlés, képviselt viszont válasz illeti meg. Egy percben parancsoljon. Szépen tisztelt államtitkár úr, amikor én államtitkár voltam, akkor 260 forint volt az euró, és 300 forint volt a benzin. Most mennyi? 400 forint a benzin, az alatt nem lehet kapni már ilyet. És egyébként a 300 forint feletti euróval tönkretették a devizahitelezést, és szándékosan azzal, hogy árfolyam rontást végeztek el. De ide nézzen, ide figyeljen egy pillanatra, államtitkár úr. Megmutatom önnek azt az ábrát, amennyivel egyébként többe került az a betelepítési kötvény, amit önök csináltak, ahhoz képest, amit egyébként az Európai Banktól felvehettek volna. Éppen ezért jogos számon kérni azt a 150 milliárd forintnak a felesleges kifizettetését az államkincstártól való elsinkófálását, és éppen ezért juthatnak önök abba a helyzetbe, hogy egyébként az otthonápolást sem tudják kifizetni, megfinanszírozni, vagy még a Magyar Tudományos Akadémiát is, az ott lévő 26 milliárd forint is önöknek csak bajt okoz, és ilyenek következnek be, ahelyett, hogy a pénzt begyűjtötték volna. Köszönöm szépen! Tisztelt országgyűlés, miniszterhelyettes urat! Válaszadás joga illeti meg, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, azt szeretném elmondani az országgyűlés nyilvánosság előtt, hogy az a számítás, amire Varjú képviselő úr hivatkozik, az a szakértői tanulmány, az nem mástól származik, mint a Transparency International által finanszírozott szakértői intézettől. Őt úgy hívják, hogy Romhányi Balázs. Romhányi Balázs köztudottan kormány ellenes tanulmányokat készít, közgazdasági megalapozottsággal, politikai megrendelésre, Soros György által finanszírozva. Na, ilyen számokkal kell a magyar államnak, a magyar kormánynak vitatkoznia. Én nem szeretnék ezen vitatkozni, csak leszögezni. Leszögezni azt, hogy igenis a magyar kormány ezen a kamatkiadáson 3 milliárd forintot nyert, és ezt államadóság központ hiteles számításából tudjuk. Egyébként ez a példa nem ismeretlen, hiszen Ausztriában, Portugáliában és az Egyesült Királyságban is hasonló módon működött a letelepedési államkötvény. Köszönöm szépen államtitkár úr válaszát. Tisztelt országgyűlés!